Nemzetközi Rózsa és Virág Fesztivált tartottak Tótfaluban. A falunapi rendezvény sorozat első állomása elsősorban a versenyzőket vonzotta. Kicsik és nagyok egyaránt már a reggeli órákban sürgölődtek, válogattak a szebbnél szebb virágok közül. 21 csapat érkezett az Aprócska falu központjába. Egészen fiatalok is képviseltették magukat a fesztiválon. Sarnyai Jessica még csak 11 éves, de már saját ötlettel készült. Én egy ilyen kis koszorús szerűség, egy ilyen rózsákból ki szeretnék rakni egy szívecskét, az anyukám egy ilyen, hát hasonlít egy kis vízesésre, és az ilyen nádakból csinál ilyen rózsákat. És hogyan készíted, mit csinálsz? Ezekből a nádakból így körbe rakom egy kis díszítésként, meg a rózsáknak pár levelét, és úgy gondoltam ki, hogy a szívecskét ugye kirakom egy színűből, és a közepére pedig rakok mondjuk egy sárga rózsát a piros rózsák közé. A felsőhegyi hagyományápolók köre is szorgoskodott, odahaza is aktívan töltik nyugdíjas éveiket, ugyanis kötnek, varnak, nemezelnek, sejemvirágot készítenek. A jelenlegi 17 tagból 3-an látogattak el Tótfaluba. Mindenki külön munkát készített a versenyre. Mai versenyre ez olyan kiskosár féle, és akkor ezt megraktuk ilyen rózsával, mivel rózsafesztivál, meg zöldel, meg hát ilyen zöld, olyan zöld, az egyik aszparátusz, a másik, nem is tudom. Páfrány, igen, hirtelen nem jut eszembe. A kiskosárnak a közepében ilyen szivacs van, amibe beitassuk a vizet, és akkor abba teleszurkáljuk rózsával, zöldel, mindennel. Hogyan készül egyébként? Tehát mi volt az első, amit megcsináltak, és aztán hogyan épült fel a koncepció? Hát az első, amit odahaza megcsináltunk, ez a kiskosár, meg a szivacsot tele itattuk vízzel, és ráköttük erre kiskosárra, és akkor itten csak a virága a rózsával földíszítettük. A kezdő virágkötők mellett szakképzettek is kipróbálták sok éves tudásukat. Mindegyik kislány saját ötlete alapján dolgozik egy kis tanári besegítéssel, az egyik kislány egy virághajót fog készíteni, másik egy asztaldíszt, és a harmadik kislány pedig egy ilyen poharat fog kidíszíteni. És pontosan hányan érkeztek Kanizsáról? Három nagy lányjal érkeztem, kettő közülük kertésztechnikus, egy pedig mezőgazdasági technikus. Tehát nem csak a kertészlányok aktívkodnak. Tehát akinek van egy kis érdeklődése, azokkal szívesen foglalkozom. Mennyire segít be nekik most itt a versenyen, vagy egyáltalán csak jó tanácsokkal látja el őket? Igen, itt igazából már önálló munka, egy verseny az mindig egy önálló munka, egy kis hátsóbb és egy pici kis segítséggel, de igazából már önállóan kell, hogy dolgozzanak. Egyébként milyen alapanyagokat hoztak pluszban, mert hogy ugye a rózsákat azt itt megkapták, emellett azért még látom, hogy nagyon sok minden más is van itt az asztalon. Pontosan mik vannak itt? Hát mi mindent hoztunk, tehát mi úgy készültünk, hogy a saját, tehát tudtuk, hogy lehet, hogy ugye van szükségünk rózsára, kaphatunk itt is, de mi mindent hoztunk, és kardvirág, kis nyári, egy nyári virágokat, és nézem, mi is van még itt, egy kis vasrózsa, zöldeket hoztunk, amivel mind kiegészítjük a kompozíciókat. A rózsatermesztés hagyománya az 50-es, 60-as évekre tehető. Idén 5. alkalommal tisztelegtek a múlt előtt, mesélte a szervező. Ez egy hagyományra épül, a rózsatermelés hagyományára, ugyanis a környékünkön hagyománya van a rózsának, illetve a rózsatő termesztésnek, ez már visszanyúlik egész az 50-es, 60-as évekig, amikor is Oláh Imre bácsi, egy igen neves rózsatermelő, illetve rózsanemesítő is, ugyanis ő nemzetközileg elismert rózsafajtákat nemesített, és az ő emlékére szervezzük meg ezt a napot, illetve az ő munkásságáról emlékezünk meg ez alkalommal.
Önök is termesztenek rózsát, ha jól tudom. Mekkora földön teremnek a csodálatos rózsák? Hát igazából úgy mondanám, hogy mi olyan nagyságrendileg 15 ezer rózsatövet termesztünk éves szinten, de viszont ennek az igénye növekszik, tehát nem tartom kizártnak azt, hogy ez lesz még több is, ha Isten is úgy akarja. És egyébként önök biztosítják az itteni versenyhez is az alapanyagot, tehát a rózsákat? Igen, mi is, illetve zentai kollégák is besegítettek abba, hogy ez így létre tudjon jönni, hogy legyen elegendő rózsa a díszítéshez, illetve a munkákhoz. A 700 lelket számláló falunak 7 testvértelepülése van. Mindannyian megjelentek a falunapi rendezvényen. Felvidékről van Kisújfalu, Magyarországról 4 testvértelepülésünk van: Sopronkövesd, Tahitótfalu, Rábatótfalu és Jászszentlászló, valamint a másik rész határon túlról az erdélyi testvéreink, ők pedig Gyergyócsoma falváról, és a Szórványból, egész pontosan Temesvár környezetéből, Igazfalva testvértelepülés. Hát az igazság az, hogy mindannyian visszajeleztek, úgyhogy ott tartunk, hogy több mint 70 vendég érkezik a testvértelepülési különböző összetételű delegációjába, és hát itt vannak közöttünk, és jól érezzük egymással magunkat. Az eddigi években is megjelentek ők egyébként, és ők is részt vettek a virágkötészeti versenyen? Persze, ez egy táncra való felkérés részünkről, és hát minden alkalommal kérjük, hogy úgy jöjjenek csapatba, hogy valakik ki is vegyék a részüket, és ezáltal is tudjuk a nemzetköziséget úgymond a virágkötészetbe tartani, mert ők azok, akik a határon kívüli csapatokként részt vesznek ebbe a versenybe. Sopronkövesd és Tótfalu már 3 éve testvértelepülések. A jó kapcsolat azóta is szüntelen. Már 4. alkalommal vendégeskednek Tótfaluban. Most 18 fővel érkeztünk, önkormányzati dolgozók, az iskola tantestülete, képviselőtestület, aztán kis festőművésznőket hoztunk, és még délután egy néptáncos csoportunk is ide látogat. És hát várjuk majd mi is vissza a tótfalusi küldöttséget az őszi rendezvényünkre Sopronkövesdre. Egyébként a virágkötészeti versenyen is részt vesznek? Természetesen, ha kinézek, igen, itt a csapatunk már ténykedik, úgyhogy hoztuk az alapanyagokat, készültünk. Tavaly még nem tudtuk, hogy működik ez az egész. Itt szedtünk össze gyorsan alapanyagokat a munkához, de most már idén otthonról is hoztuk a különböző apróságokat. A sopronkövesdiek egyedülálló rózsás ötletet valósítottak meg. Egy biciklikereket díszítettek. A testületi tagunk egyikének van ilyen bicikli szerelőműhelye, és onnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdjük az egészet, és a rózsák mellé a kövi rózsát pedig azért rakjuk, mert a kulturális egyesületünknek a neve Kövi Rózsa Kulturális Egyesület, és a két falu kapcsolatát próbáljuk ezzel jelképezni. És egyébként láttam, hogy egy szívet is elkezdtek befedni zölddel. Ez a szív, ez mit jelképez? A szív pedig azt jelképezi, hogy a falunk mottója a zöld szívű falu, tehát a zöld területek fejlesztése az egy kiemelt koncepció nálunk, és tulajdonképpen a zöld szívű falut jelképezi a szív. Versenyen kívüli aktivitásban is részt vehettek a látogatók. A tűzzománc technikáját a magyarországi Tahitót faluból, a Dunakanyarból hozták el az ünnepségre. Szántó Sándor festőművész elmondta, az a céljuk, hogy Tótfaluban is meghonosodjon a tűzzománc a gyerekek körében, hiszen fontos neki, hogy testvértelepülésük is gazdagodjon ezzel a művészeti ággal. A tűzzománc vörösrész lemezre készül, és hogy gyerekes legyen ez a foglalkozás, 0,2 mm-es félkemény vörös rezet használunk, ami ollóval is elvágható, és a gyerekek is tudnak formálni magunknak fülbeallott, medált, üdvözöllapot, bármilyen kis tárgyat, amit hát a technikával kapcsolatban tisztítjuk a rézlemet, csiszoljuk,
savazunk, lúgozunk, de nem holmi erős savakkal, mert az konyhasó ecet az a sósavunk, és a sorolóporra, amiben mosogatunk edényeket, az a lúg. És akkor tisztítjuk, és alapozó iszappal, ami ugyancsak zománc alapú iszap, azzal bevonjuk, megszállítjuk minket oldalát a leveznek, és akkor a szebb felületére oda alkotnak a gyerekek, amit itt is lehet látni, hogy hústűt használunk rajzolásra, illetve fogvályot. Ez még egyszerűbb a gyereknek, mert nem történik baleset, nem szúrják meg egymást. És miután ki van karcolva, kiégetem a kemencébe, és lehűtöm a munkát, de hamar történik ez, mert 1000 fokon dolgozunk itt kint, a kis kemencével. Miután leül a munka, átadjuk a gyereknek, aki ugyancsak fogvályóval kifesti, és akkor kiégetem, és akkor már is kész a munka. Miközben a szorgos kezek kötögettek, ragaszgattak, készítették kompozíciójukat, esetleg a tűzzománc módszerével ismerkedtek, más alkotókat is megihletett a falu szépsége. Voltak, akik a csendesebb környezetben otthonosabban érezték magukat. A falu központjától pár lépésre egy alkotó ült a virágos kapu előtt. Ez a templom, ezt szemeltem ki magamnak, és ez a szép kis kapu, amit itt gyönyörűen bevirágoztak a helyiek. Úgyhogy én ezt választottam, gondoltam, ha már egyszer virágfesztivál, akkor ezt örökítsük meg. És milyen technikával dolgozol? Diófapácot hoztam, és megyfát, úgyhogy ezek kombinációjával valószínű, talán még egy kis grafikával is, majd meglátom, hogy közben hogy alakul. A Szabadka közelében lévő picinke falut a 20. század elején Tóth József földbirtokos alapította. Neki köszönhető többek között az 1909-ben épült templom is, amely hozzátesz a falu kellemes atmoszférájához. 2005-ben pedig részben Utasi Jenő atyának köszönhetően egy turulszobor is ékeskedik, pontosan a templommal szemben, amelyet Ambrus Imre törökbecsei szobrászművész alkotott. A virágos kapun belépve, az élő rózsákat elhagyva, ezt árult a szemünk elé. Ismét egy művésszel találkoztunk. Fülöpné Farkas Gyöngyit már gyermekkorában érdekelte a festészet, főképp az akvarell. A két falu kapcsolatát mindenképpen meg akarta jeleníteni művében. Nagyon megfogott a turulmadár, az ős magyarságba vetett hit, és szerintem ezt a két falunak a végül is az ősi, a kapcsolatok teremtése, én ezt belátom ebbe a turulmadárba, úgyhogy összefogja a két falut. És jelenleg milyen technikával dolgozik? Most egyelőre így most akvarellel, aztán lehet, hogy a pasztelkrétára térek át a következő képben, úgyhogy majd lehet, hogy a tó, vagy egy hátsó utcában található egy régi istálló lovakkal, és lehet, hogy a következő téma ez lesz majd. Esetleg a rózsák valahogy majd meg fognak jelenni a kézműalkotáson? Valószínű, itt oldalt megjelenítem majd a rózsákat a turulmadár mellett, ahogy itt látom is a kertben. A felsorakozott virágköltemények láttán nem volt könnyű dolga a zsűrinek, de elégedettséggel töltötte el őket a virágkötészet fejlődése a faluban. Évről évre egyre több versenyzővel gazdagodik a fesztivál, a mezőny is erősebb, mondta a zsűri elnöke, Rafai Mária. Nagyon változatos, és örömünkre szolgál, hogy férfi virágkötők is részt vettek első évben a virágkötészetben, és kislányok is, 9-11 évesek, akik tényleg elhivatottságként látszik, hogy szeretik a virágkötészetet. Szakmailag egyre magasabb színvonalú a virágkötészet, két részre szoktuk a mezőnyt osztani, és úgy is értékeljük. Vannak kimondott szakmai jellegű kompozíciók, mert a Magyar Kanizsai Mezőgazdaság és Műszaki Iskola Központ tanulói is részt vesznek, akik kimondott virágkötészetet tanulnak, és az amatőrök. Ott viszont a rátermettség, az ötletesség és az önálló fejlesztés a virágkötészetben minden évben nyomon követhető.
Egyébként mik alapján ítélték meg a helyezetteket? Hogy igazságos legyen, a kreativitás volt a fő hangsúly, és az volt a lényeg, hogy mindenben megjelenjen a rózsa, a látvány, és nem utolsó sorban a szakmaiságot is figyelembe vettük, mert azért a virágkötészet az egy szakma kell, hogy legyen. Az első díjat Bosnyák Edina, a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ diákja vihette haza. A rózsa tövises, szúrós, de az ideérkezők bebizonyították, hogy a különleges növény szépségéből mennyi minden alkotható.